Nagy kedvel használják a helyiek a fehér gyarmatot átszelő kerékpárutat. A beruházás a tavalyi év végére készült el 700 millió forintos Európai Uniós támogatásból. Ez az üzemcsarnok pedig több mint 1 milliárd forintból épült fel, amelyet június elején adtak át Navracsics Tibor területfejlesztési minisztertársaságában ezt az üzemcsarnokot meg kell tölteni majd aktív dolgozókkal, és áttérünk majd a fenntartási időszakra, hiszen az uniós projekteknek van egy öt éves fenntartási időszaka, és abban meg kell felelni ugye a pályázatban vállalt kötelezettségeknek. Most erre az időszakra fogunk áttérni, de ami jó hír, hogy sikerült megszerezni ugye a a adódó többletforrásra a pénzt, a kormány ezt természetesen biztosította számunkra. Köszönet érte dr. Tirki Attila országgyűlési képviselőnek, és ugyanez ez a helyzet a kerékpárú beruházással is, amelyhez egy nagyon jelentős többletforrás kellett biztosítani a magyar államnak. Nagyszabású fejlesztése az év második felében is lesz fehér gyarmatnak. A Városközpont átfogó felújítása kezdődik meg hamarosan, amelyre szintén több mint fél milliárd forintos támogatást kapott az önkormányzat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos helyszíneket érint, tehát a városnak a központi részét jelen esetben ez a KPBC előtti, illetve a Central Hotel előtti térnek a teljesen újra gondolása. Amúgy is mindig kritika ért a, a, várost, ugye, hogy a nagy ABC előtt nincsen zöld felület, rendezetlen, csúnya. Ezt tudni kell, hogy ez a terület nem a városé, tehát ez az áfésznek a tulajdonában van, tehát tulajdonképpen ez a beruházás, a beruházásnak ez a része ugye úgymond idegen tulajdonon fog megvalósulni, de hát ettől függetlenül mindenki közterületként használja, tehát nekünk az fontos, hogy ez úgy nézzen ki, ahogy egy kisvároshoz méltó. A beruházás részeként a leromlott állapotú sétáló utca is megújult, tette hozzá a településvezető. Itt újra térkövezik a területet, és egy részén vásárteret alakítanak ki. Emellett a Kossuth Park is új arculatot kap, a zöldövezeteket gondolják újra, valamint új pihenőhelyeket is létrehoznak. A közterületeket érintő fejlesztések kivitelezését a háromnapos gyarmati vigasságokat követően kezdik meg, a munkálatokat pedig még az idei évben befejezik.